Ebben az évben sikerült megszüntetni Mária Pócs régi szemétlerakó telepét. A felszámolást az Észak-Kelet-Magyarországi Hulladék Rekultivációs Önkormányzati Társulás végezte összesen 11 településen. A legnagyobb volumenű beruházás 514 millió forintból a városközpont rehabilitációja volt, 40 millió forintból pedig napelemes beruházás valósult meg idén Mária Pócson. 2015 szerintem egy kimagasló év Mária Pócs történetében. Ebben az évben tudtuk befejezni a körülöttünk is látható hivatal épületének a teljes felújítását, új piacot tudtunk kialakítani, az általános iskolának a teljes szigetelése nyílászáró cseréjével. Ez az úgynevezett IVS, ami egy városközpont rehabnak a része. Nagyon fontos kiemelnem a mögöttünk levő kormányablakot, ami az első között volt a megyében, amelyet nagyon szeretünk és nagyon szükség volt. Ezen kívül oktatási intézményeinkre napelemet sikerült pályázni, az oldalra és az iskolára is. A görög katolikus egyház sikeres idei beruházása, a zarándokház bővítése, valamint a kegytemplom mögötti nemzetiségek házának kialakítása volt, ami több mint 30 millió forint Európai Uniós támogatásból épült a hátrányos helyzetben élők felzárkóztatásának segítésére. Ezen túl a kegyképnek állítottak emléket egy 24 méter magas kilátóval, ami a Csodák tornya nevet kapta. Az önkormányzat a tervek szerint a templom körül sétáló utat épít jövőre. Nagy tervekkel várjuk a következő éveket, ugyanis a top pályázatokat ki fogják írni, komoly elképzelésünk van. Szeretnénk rendbe tenni az úgynevezett pápatérnek azt a részét, ahol a hívők érkeznek. Ez nagyon fontos, és ez nem Mária Pócsnak csak fontos, hanem szerintem minden embernek, mert az a 300 ezer ember, aki érkezik, oda érkezik. Tehát ott a körülmények azért nem modernek. Oda szeretnénk vizes blokkkal, fogadó épületekkel egy szép kulturált egységet megvalósítani. Szeretnénk munkahely teremtő beruházást csinálni. Most nem akarom elkiabálni, de nagyon a végén vagyunk, egy 50 fős üzemnek a telepítése jön Mária Pócsa, ami nagyon fontos. A polgármester mindehhez hozzátette, több kisebb projektet is sikeresen zártak idén, ami elősegítette a civilek munkáját és testvérvárosi kapcsolatok kialakítását.